Tisztelt megemlékezők! A 9 Pongrácz gyermek közül 6 fiú testvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen, a szabadságért a budapesti Korvin közben, közülük már csak 2 él, és már csak András aktív. Következne most egy Korvin közi szabadságharcos, Pongrácz András, a sztálin szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő 56-os hősünk, aki állami kitüntetést mégsem kapott soha. Betegsége miatt végül mégsem tud itt lenni ma velünk, így a Mi Hazánk mozgalom alapító atyának is tekinthető Pongrácz András üzenetét a Pesti Srácok udódainak nevében a Mi Hazánk ifjainak elnöke Binder Csaba olvassa fel, aki épp hegyvidéki politikusunk is. Drága magyar testvéreim, kedves barátaim! Nagyon szerettem volna ma itt személyesen közöttetek lenni az 1956-os szabadságharc 68. évfordulóján, azonban egészségügyi állapotom ezt nem tette lehetővé, így ezzel a rövid üzenettel szeretnélek titeket köszönteni, és egyben sok sikert kívánni nektek a magyar ellenes 12. kerületi polgármester Turul Szoborral kapcsolatos gyalázatos terveinek megakadályozásához. Veletek vagyok ebben a küzdelemben is, és büszke vagyok rátok, hogy a Nemzeti Összefogás seregszemléjének keretében több mint 20 hazafias szervezet állt ki egymás mellett. A közelmúltban két politikai szereplő is olyan kijelentéseket tett 56-tal kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban úgy érzem, hogy nekem is meg kellett szólalnom. A Globalista Európai Néppárt frakciójába beülő Magyar Péter legújabban azzal állt elő, hogy mostantól a Tisza párt jelképe az 1956-os lyukas zászló. Nem újdonság ez a kisajátítási kísérlet, hiszen volt már a rendszerváltás után olyan elvtelen párt, amely úgy próbálta kisajátítani az általunk 56-ban használt szimbólumot, hogy közben a politikájuk köszönő viszonyban sem volt a magyar történelem legtisztább antikommunista szabadságharcának szellemiségével. A Tisza párt több százezer jóérzésű magyar embert tévesztett meg, amikor nemzeti szólamokat, Vas Albert idézeteket használtak még az európai parlamenti választások előtt, majd szó nélkül beültek a korrupt és ízig-vérig globalista Pfizer von der Leyen frakciójába. Az árulás sosem lehet bocsánatos bűn, miképp a hazaárulás sem. A lyukas zászlónak semmi köze az ilyen politikusokhoz, meg ne próbálják kisajátítani. Felháborodva értesültem arról is, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs olyan kijelentéseket tett 1956-ról, amelyek teljesen vállalhatatlanok számomra. Én ott voltam a sztálin szobor ledöntésénél. Lángvágóval vágtam el a diktátor emlékművét a csizmájánál. Ernő bátyám Nagy Imrével tárgyalt 23-án az országházban. Pongrácz Ödön volt az, aki kiszemelte a Korvin közt ellenállási központnak. Felismerte a stratégiai jelentőségét, ugyanis a Korvin köz mögött volt egy benzinkút, ami a Molotov koktél elkészítéséhez elengedhetetlen. Pongrácz Bálint elsősorban Soroksáron harcolt, de járt a Korvin közben is, sőt szerzett egy kis ágyút is nekünk. Bandi is harcolt. Én is jártam a Korvin közben, fegyvereket gyűjtöttem a páncírosokból, és üvegeket a Molotov koktélokhoz. Gergely bátyám, nos, a pongrácok közül ő volt a legbátrabb. November 1-én a korvinisták őt választották főparancsnokuknak. És hogy miért tettük azt, amit tettünk? Ezt sokan nem értik, vagy megpróbálják félremagyarázni, egyesek kisajátítani. Mi hittünk egy független és szabad Magyarországban, ti is higgyetek. Végezetül szeretnék üzenni külön a fiataloknak is. Kedves ifjúság, Mi Hazánk ifjai és 64 vármegyi ifjúsági mozgalom. Óriási felelősségetek van 56 megítélésével kapcsolatban a generációtokat illetően. Ti, akik most itt álltok, pontosan tudjátok, hogy mi milyen szellemben harcoltunk ott a Korvin közben. De sokan ezt ki akarják forgatni, át akarják írni a történelmet. Vigyétek hírül a barátaitoknak, ismerőseiteknek, osztálytársaitoknak, ha a szabadságharc szóba kerül, hogy 1956. októbere nem a kommunizmus megreformálásáért történt, végképp nem egy szocialista forradalom volt. Mi a kommunizmust akartuk elkergetni Magyarországról, minket ez vezérelt.
A Corvin közi hősök példája ma is éppen ugyanolyan időszerű, mint akkor 1956-ban volt, hiszen a kommunizmus rémképe és öröksége most is itt lappang az országban, várat magára az ügynöklisták feltárása, a kommunista luxusnyugdíjak megvonása és a szabadságtőri kommunista emlékmű eltávolítása is. A pesti srácok utódaiként a ti feladatotok, hogy nemzeti függetlenségünk eszméjét, a lyukas zászlót tovább vigyétek. Isten óvja Magyarországot, szervusztok!